Sziasztok, Pala vagyok, és itt vagyok egy újabb Szeftek Ages epizóddal. Ugye, utoljára, amikor abba hagytuk, akkor egy új korszakba léptünk. Tehát most egy kicsit a Szeftek Ages aznak azzal a tulajdonságával akarok foglalkozni. De jó, hogy esik az eső. Azzal a tulajdonságával akarok foglalkozni, hogy új dolgok jelennek meg a játékban, és ezeket föl kell fedezni, meg kell találni. Ugye itt vagyunk ebben az új achievement fülben, ugye H2-ben vagyunk, ez nagyjából egyébként a középkornak felel meg, és az ipari kor felé kell eljutnunk méghozzá egy coal engine-nel, amit hát szerintem most már mutatni fogja a receptet, hogy coal engine. Azt a rohadt életbe. Szóval, a Coal Engine valami varázsmódon keresztül fog elkészülni. Kell hozzá üllő, ami üllő. Kell hozzá piszton, ami... Úristenem. Jó, Iron Plate, meg izé, de ez az Octane Ingot. Ez... A Bitwell lencem, nem tudom mi az a Bitwell lenc, Octinorból fog készülni. Fiery Gear, ami Molten Fiery, ami... Jézusom. Nem tudom. Tehát, hogy ez a Molten Fiery, ez valahogy készül. De még ezt se tudom mi. Hát jó lesz ez. Szóval technikailag odaig kell eljutni, hogy ezeket az alkotó elemeket kell megcsinálni. Meg az Astral Sorcery-nek úgy látom, hogy valami Celestial oltárt kell építeni. Hát a Gold Chest az Gold Chest lesz, ez nem lesz gond. Éppen csak ugye aranyat kell találni hozzá. Nyilván be fog jönni a vas, Gastír is fog kelleni. Tehát, hogy így most fog elkezdődni az, hogy szépen végig kell mennünk azokon a lépéseken, ahol, hát ez tök jó lesz, még redstone érc is fog kelleni, érc, tehát, hogy így megjegyzem, hogy érc kell hozzá, és ezeket a lépéseket, ezeket ugye most, most jó nagyot dörgött az ég. Jó, most szerintem elállt az eső, és világos lesz, és ez nekünk jó. Oké, új mobok közül, ami érdekes lesz, a csontvázak most már megkapják az íjakat, illetve endermenek is lesznek. Sőt, az Ender Pearl, vagy amit legalábbis droppolnak az endermenek, azok mindenképpen fognak kelleni. Tehát abban is előre fogunk lépni, valamint... Az új ércekhez, ahogy azt nézem, hogy create glass sending matter smeltery and pouring it into basin. Értem. Tehát, hogy az üveget kell sütni, mint feladat. Ez elméletileg ugye régen úgy volt, hogy a homokot bedugtuk a sütőbe, gyakorlatilag ez most már rohadtul nem így van. A Tinker Constructors multiblokkos smeltery kraftolható, de a receptjei módosítva vannak. Ettől függetlenül, ugye itt ebben az olvasztóban, ebben lehet üveget sütni, ha minden igaz, csak lassan. Meg hát homok kell hozzá, de azt hiszem homokunk az még csak lesz. Nem tudom, hogy mennyi kell homokból egyébként. Mondjuk ez a csak lesz, ez lehet, hogy most elkiabáltam, de azért van. Úgyhogy, hát most így kipróbáljuk. Belerakunk homokot, legalább olvasztja, tehát hogy ez már önmagában valami. Nem mondom, hogy elkapkodná a dolgot. Oké, amíg ez homokot olvaszt, utána kell egy tow, dowsing rod. Jó, az pedig. Down
Van ez a, igen. Aha, egy darab üveg kell hozzá, némi szénfa, jó, oké. Tehát, hogy az üveget azért kell csinálni, hogy utána legyen belőle. Nem tudom, hogy ingotra fog kijönni a homok, vagy blokkra, tehát egy-egy arányba fog menni a blokkozás, vagy 9 homok kell egy üveghez. Mert ez utóbbi esetben azért még úgy nem biztos, hogy nagyon elégedettek leszünk a történettel. Azt nézem, hogy kisütni nem lehet ezt a homokot. Nyilván betenni lehet. Ez ég, ez a fa? Nem. Ez a fa, ez nagyon nem fa. Ja, hogy tök mindegy, mit csinálok. Oké. Tehát így nem lehet kisütni a homokot, ahogy azt megszoktuk. Ez meg kajolni fogja a szenet. Jó, nyers fát kéne vadászni és lesütni. Nyers fa, viszont a lesütéssel már nem lesznek akkora problémák, mert van automata rendszerünk rá, úgyhogy csak annyi a feladat, hogy készüljön el, és akkor az itt meg fog jelenni. Látom, a TASZ közben téglát égetett nagy tételben. És még több téglát égetett nagy téglát. Jó sok agyagot sütött ki a TASZ. Igen, mert a hálós rendszer az ugye hozza az agyagot. Tehát egy picit most az alapanyag hiánya az így csökkenni fog. Jaj, de lassú vagy. Jó, berakom a másik felét ide, hogy haladjon. Mert nekünk most kéne egy kis szén, hogyha üveget sütünk. De amilyen tempóban ezek csinálják, ezek a csirkék, ezek hangosak, és köpködik magukból ki a cuccot. Ami leginkább idegesítő. Szerintem gazdaságosabb fából csinálni a faszenet, mint a normál szenettel használni, amit még ki is kell bányászni. Tudom, a fát meg ki kell vágni, de akkor is. Kevesebb meló, inkább azt mondom, vagy kevésbé szar meló, vagy. Ha, elég sok lesz, mert egy blokk lesz egy üveg. Oké, egy homok, egy blokk legalább ez így megnyugtathat minket. Mutatja a százalékban, hogy olvad, hogy ezért megvan az üveg. Jó, csinálunk még üveget. És a TASZ-nak majd elmeséljük, hogy azon gondolkodok, ezt majd mindjárt ki is próbálom. Ezt majd jól kipróbálom mindjárt, hogy ezt lehet-e automatizálni. Azt mondja, hogy kell ez a dunk pipe, és hogyha ez a dunk pipe működik, ó, oké. Persze magasabban kell építeni, tehát hogy ez így most mondjuk fizikailag rossz helyen van, de hogyha ezt magasabbra építem, akkor egy ilyen blokk kiolvasztás automatikusan a ládába az már működik, csak arra kell odafigyelni, hogy megfelelő mennyiségeket helyezzünk el benne. Tehát, hogy ne keveredjenek el a dolgok. Van még benne? Nincs. Akkor van nálunk három üveg. Jó, ezzel majd fogok foglalkozni később. Most viszont ezt a Downsing rodot meg kell csinálni. Tök jó, hogy elhasználtuk a nyers fát erre, de van még. Mennyi minden? A szódász fűrészpor mire való? Értem, dinamit, meg táska, meg pulpot lehet csinálni, meg égetni lehet vele, meg lehet belőle potas csinálni, meg még több pulpot. Oké. Okay. Egyelőre ezt elhelyezzük, ezt a fűrészport itt. Ez egy állandóan tollak, meg izék vannak nálam, ez durva. De ilyen non-stop van nálam tojás meg toll, mert állandóan dobálják ki rám a csirkék, szóval nem praktikus helyen van az. És akkor ezt a downsing rodot, a downsing rodot,
ezt gyorsan lekraftoljuk, mert elvileg ezzel lehet új érceket találni. Ja, crafting table-t akartam. Ja, ez egyértelmű. Ezt igazából véve azért kéne automatizálni, hogy a taznak legyen üvege. Azért annak ő örülne. Oda kell egy hopper. A hopper, és alá meg akkor itt doboz. Hát ezt én most itt megcsinálom inkább, mégiscsak most. Mert akkor beszámolok a taznak majd az eredményről, és az annak örülni fog. Van-e itt, mert jön a hopperhez, van új recept. Új receptek is nyíltak ugye meg. Csak úgy mondom, hogy van alap Minecraftos. Ez alap Minecraftos? Nem alap Minecraftos, de van hopper, meg van valami másfajta hopper. De nekünk persze bőven elég ez a basic hopper megoldás, tehát hogy szó se róla, hogy kell vagy nem kell. Jó, akkor viszek magammal a nyers fát, és átmegyek a vágós, a lóhoz. Jó, hát ebbe simán ennek a felét ezt simán bele lehet dobni, hogy legyen később is. És ezt most magunkkal visszük, és csinálunk hoppert, meg ládát. A feléből csinálunk ládákat, mert az állandóan kell. És kraftolunk egy darab hoppert is, ami viszont most izére kell. Ehhez a szerkentyűhöz, és akkor lerakok egy ládát. Oda. Ráteszek egy hoppert, és kipróbáljuk, hogy belerakunk egy fél stack homokot, meg hozunk bele szenet. Próbálok messze menni a csirkéktől, hát ha nem leszek tele. És elméletileg, hogyha jól csináltunk mindent, akkor szerintem ez a sütő nagyon hosszú távon fog csinálni üveget. Sokat. Ugye? Most így belenézek, igen, olvasztja az üveget. Ez a parasztos megoldás, de ezt két blokkal följebb kéne helyezni, de látható, hogy igazából azt hiszem pont elférne két blokkal magasabban, és akkor pont jó helyen lenne a doboz, de igazából sok jelentősége nincs a dolognak. A lényeg az, hogy ez inkább nem is most, hanem majd az ércek kisütésénél lesz meghatározó. Éppen ezért szerintem most előre gondolkodok, és mivel a tazit bekészített ipari mennyiségű nyers fát, ebből most csinálunk szenet ipari mennyiségben, hogy ne a szénnel már ne kelljen foglalkoznom. Alszunk, eszünk, és utána körülnézünk, hogy találunk-e új érceket, mert szerintem van rá szükség. Legalábbis így a véleményem szerint. Közben kitaboltam, ellenőriztem, hogy minden jó a felvétele. Úgy megijedtem, átállítottam már a hangot a fejhallgatóra, és akkor kezdtem el nézni vissza részekbe. Azt akartam megnézni a Polinak, hogy hanyadik részben oldottuk meg a Darkhawk kérdést. Elindítottam a videót, és nem volt hangja, és így bohaz, hány részt vettem föl így. Aztán rájöttem, hogy nem, fölvettem a hangot, csak a fejhallgatóba szólt, azt meg már nem hallottam. Na, van egy Downsing rodunk, ami elvileg H2 és később fog ugyanazzal a logikával érceket találni. Ugye a kis kaicsok alakulnak át elvileg, tehát újfajta ilyen ércle. Hoppat, azt tovább építette közben ezt a épületet is. Szóval a földön lévő kiskavicsok alakulnak majd át elméletileg újabb fajta ércekké, és aranyat, illetve lapiszt, így van,
Jó. Crafting table, és mindjárt kell csinálnunk nekünk itt egy olyat, hogy hogy hívják azt a táblát, ami alap Minecraftos, tehát sign, vagy mi a tököm? Azt hiszem. Igen. Egy ilyen alap Minecraftos táblát akarok craftolni, hogy itt a lapiszt jelöljük magunknak. Ugye itt egy lapisz lazuritot találtunk, ami elméletileg majd bányászandó. Igen, így a bázis környékén próbálok első körben ugye nagyon szétnézni, hogy lesz-e olyan szerencsénk, hogy találunk egy vasbányát, vagy ilyesmi. Mert miért ne lehetne olyan szerencsénk, hogy az ércek nem a világ végéig vannak. Ugye a kis kavicsokat felszedtük egy csomó helyen, ami nyilvánvalóan, mivel ezek alakulnak át utána ércek, csánkokká vagy mi, ezért ahol felszedtük a kavicsot, ott nem fogjuk látni, hogy mi van a föld alatt. Amúgy sem biztos, de így pláne nem. Na mindegy, lapiszt már találtunk a bázis mellett, ami nem olyan rossz. Az meg malachit. Az a malakájt, az izé volt, az azt hiszem réz volt. Na várjál. Az iron lesz, vagy mi ez? Malac. Igen, az copper ore. Jó. Tehát, hogy az nekünk nem jó. Ez kól, igen, itt van is egy oszlop. Oszt még se lop. Hát igen, ez az érckeresés, ez egy olyan történet, amit már egyszer megmutattam, hogy egyébként, ha megvan már így, és felszínű szempölöket kell keresni, tehát, hogy nem, tényleg nem a világ vége. A vasat azért lenne érdemes megtalálni, mert ezzel a bányászat is felgyorsul, ugye egy vasá. Rock kristál. Az viszont köl. Menje. Oké, azt mondja, hogy rock kristál. Zárójel. Astral Sorcery. Jó. Fontos, hogy találjunk. Azért lényeges, hogy ilyenkor körülnézzünk egy icipicit, hogy lássuk azt, hogy mit találunk, vagy mit nem találunk. Például nem tudom, hogy az arany is így ki fog-e csapódni, meg fogjuk-e találni. Jó, hát akkor most a másik irányba próbálok majd elmenni, mert ez most már egyre messzebb vagyunk otthonról, ami mondjuk inkább kényelmetlen a bányászat szempontjából. Főleg, ha egy vas a tét. Nem baj, hát ismerkedünk a dolgokkal. Ugye ott a tint bányásztuk korábban. Itt bányáztuk a tint, a teolitot, de itt van a malakit is, amit már megtaláltunk véletlenül. Jó, kaján is kéne valamit. És akkor szépen
kovászolunk tovább. Magas fűben csak a raptorok tudnak szaladni, mi nem. Ja, meg kell, akkor is meg kell találnunk egyébként a vasat, hogyha nem akarjuk. Tealit, ez megint nem jó nekünk. Igen, a Steam, ez meg mi? Diorit, Rock Crystal Sample. Oké, ide is húzunk egy oszlopot. És ráírjuk, hogy Rock Crystal Astral Sorcery. Hogy igazából azért írom rá, hogy Astral Sorcery is, mert azt egyébként magunktól nem találjuk ki, hogy mire való a Rock Crystal, mert nem tudom, mire való a Rock Crystal. Igen, persze, dobd el. Lapis. Jó, nincsen megint táblánk. Ja, ez nem jó rá. Jó, itt valahol nagyon mélyen lesz a lapisz. És egy stick. Ijeszgetsz itt. Jó. Ott a falu, akkor még mindig. Jó. Nem a rezet keresem mi egyelőre. Nem találtunk vasat, és ez egy kicsit engem zavar. Szén. Ja, kint pittyog egy riasztó. Egyébként, ja, a házban felújítanak, meg, tehát ugye van minden is. Megy le a nap, király. Semmit nem találtam, de megy le a nap. Oliva. Nem tudom, hogy kell-e az oliva egyelőre nekünk. Sokkal inkább aggaszt, mint ha felszedtük volna az összes kaicsot is. Hematite. Na, a hematite az szerintem izé vas lesz. Hematite iron ore. Így van. Ó, hematite 6. Jó. Tehát még sok is. Nem. Mehetünk haza. Jó, oké. Azért nem a világ végén van, hál' Istennek, a vaslelő helyünk. Kicsit örülök neki, mert a bányák azok meglehetősen lényegesek, hogy ne legyenek a világ végén. De azért, hál' Istennek, ez megint nem a ezért Terra Firma Craft. Ott 1000 blokkra is lehet a bánya. Hopp, belagoltunk. Szépen hazamegyünk, alszunk. Nem fogom felvételben a bányákat feltárni, mert szerintem már láttátok, hogy hogyan csináltuk a többit. Inkább csak a megtalálás volt itt a lényeges. És ugye mivel 6 vastag lesz az a hematite, az valószínűleg az ott egy darabig jó is lesz. Tehát ez lesz az egyik, hogy majd el kell mennem felvételen kívül bányászni, ez szinte biztos, hogy fantasztikus eredményre fog vezetni. Ja, hogy azt ott nem nyomogatja senki a faucetet. Oké. Redstone-t nem találtunk, de nem az a kérdés, hanem hogy...
hanem hogy tudunk-e majd valamilyen redstone órajelet emitter. Burn time, azt nem tudom. Ja, az nem. Redstone emitter. És ehhez ezért kell gearbox. Ez mi, ez a viker? Aha, jó, az megoldható. Valószínűleg kell egy redstone emittert raknom rá, ami könnyen megcsinálható, mert megcsinálható, úgyhogy azt mondjam, meg is próbázom. Csak egyelőre ki kell raknom megint egy csomó mindent az inventoriból, hogy elférjünk egyáltalán. Igen, erre nem gondoltam, hogy oké, hogy az ott kiadja, de kell egy redstone emitter, ami meg ez az oldalas fa, az fűrésszel lehet megcsinálni, úgyhogy fölmegyünk oda. Azt hiszem, ez csinált belőle ilyet. Kapcsoló, hogy átadjuk az energiát. És ez csinál két ilyet, tehát még egy, kettő, úgy. Így, meg is van, lekapcsoljuk. Rend a lelke mindennek. És van-e nálam ragasztó, van, stick van, akkor megpróbáljuk ezt a redstone emittert összehozni, amihez még bronzlap is kell. Jó, áldozókés éppen nem kell, hogy legyen nálunk, kőkar pláne nem kell, hogy legyen nálunk. Ezt kirakhatjuk, és akkor a bronznak az ütögetése, a húst berakjuk sütni. És a bronz ütögetés lesz a következő. Kalapácsunk meg azt hiszem még működik. Jó. Hát akkor két bronzlapot összekalapálunk. Jó. És akkor elméletileg, hogyha szerencsénk van, akkor minden lesz a redstone emitterhez nálunk, ami kell. Két ilyen. Ja, ilyen, de thin slabünk nincsen. Jó, az a fél lap. Fél lap. Nincsen nálam fél lap. Itt se tartunk fél lap, akkor 4 darab kell, tehát ez azt jelenti, hogy picit több lesz belőle, de ez van. Ez a ló itt most el dolgozgat a mi fél lapjainkon. Viszonylag gyorsan megvan, tehát arról nincsen szó, hogy ez vállalhatatlanul lassú lenne. Inkább csak annyi van, hogy le kell kraftolni, nem ússzuk meg. De csinálja. Ha nem is gyorsan, de csinálja. Nem értem. Hello. Ott van. Jó. És nagyon remélem, hogy ez ilyen redstone órajelet fog leadni. Gearbox. És akkor kell. Hát szerintem lehet, hogy lesz dobozban is. Hát vagy nem. Ott van. Egy darab ilyen bambusz.
Ez egyébként így, ha lerakom, csinálok ebből még egyet, hogy ebből bambuszkerítés lesz-e. Bizony. Ez jó, ezt majd a taznak szólok, hogy ilyen egyáltalán létezik. És kell egy kapcsoló, nincsen nálam kóból. Miért is lenne nálam kóból? Az nem azt jelenti, hogy nincs kobol, csak hogy nálam nincs. Jó, tehát akkor pitty. Tehát akkor kell csinálni egy ilyen levert, egy darabot. És összekraftolunk egy ilyen redstone emittert. El meg összekraftoltuk gyakorlatilag. Ja, ott van, jó. És hol vagyok? Itt vagy, itt van. Hát elméletileg. És shift right click-kel forgatjuk oda. Ez egy redstone jelet ad le elvileg folyamatosan. Most ugye megszilárdul az üveg. Ez lehet egy redstone jelet, de nem, mivel nem szakítja meg. Hát nem tudom. Nem tudom, hogy ennek így mi értelme van. Hogyha nem önti ki az üveget. Mert így persze most kapcsolgatni lehet, de hát rá tudok kézzel is nyomni. Hát jó, oké, a redstone emitter az nem a... Nem lett egy túl sikeres dolog nekünk. De ki fogok valamit találni pedig rá, hogy hogyan fogunk automatizálni egy ilyet. De nem így. De megpróbáltam, tehát én már ne ezt csináljátok, az biztos. A következő, hogy majd bányászni kell, ez a Star Power Rock Crystal Sample-t kell ütögetni, és ebből Stardust lesz. Igen, így van, azt is írja, hogy a jelöljük, mert ez kell. Jó, hát még aranyat nem találtunk. Jó, oké. Hát lesz mit csinálni, mondjuk ez mi ez? Minecraft paper. A papír nem cukornádból készül. A sima, egyszerű papír, de nem ám. Pulpból. A pulpot kell leszállítani, és ehhez kell a fűrészpor, a ragasztó, meg némi víz. Ez azt jelenti, hogy így is lehet keverni. Egy ragasztó, három fűrészpor, jó. Hát, oké, izgalmak lesznek. Ezzel fogunk tovább haladni. Úgyhogy, ja, ez a fajta szütyögés lesz most, hogy előkészítsek dolgokat. Viszont most mennem kell. Úgyhogy megköszönöm a figyelmeteket. Örülök, hogy itt voltatok. Megyek meghalni, éppen fuldoklok. Úgyhogy legyetek rosszak. Sziasztok!